a nap is jól kezdődik. A reggel, reggel marad, a felhő még mindig nincs szalmába, mert a szalma a földön marad. A Kistehén tánczenekar először lépett fel a nemzetközi Böllérversenyen, talán ők sem tudták, mire vállalkoznak, hiszen januárban minden szabadtéri koncerten hideg van, azonban itt az is kiderült, a böllérkedés nem áll távol tőlük. Egyelőre a hideggel kellett azonosulnunk, az meg nagyon nehezen ment, mert hogy én legalábbis komplet le voltam fagyva. Néha néztem a Peti nem mert hozzáírni a gitárjához, annyira hideg volt a gitár. De hogy Sanyi, neked mi erről a véleményed? Nekem ugrálnom kellett, mert nekem csak a lábam fázott, de egyébként én pengettem nagyon, de mivel hogy fázott a lábam, nem tudtam csengedtél pengetni, nagyon, nem tudtam pengetni. Nagyon. Igen, és hogyha pengettem volna, akkor gitár, de a Janó mondja el, hogy... Én izzadtam, visszatérve erről a Böllér kérdésre. Fiatal koromban én Böllér voltam, már úgy voltam Böllér, hogy így megkértek mindig disznóvágást, és akkor volt, hogy egyetemistaként nyáron elmentem, és akkor megszúrtam a malacot, ahogy volt. És számomra egy nagy élmény volt szakmailag, feldobott, és azt hiszem, hogy elgondolkodok. Sokat tanultál amúgy, tehát sokat fejlődött azóta a Böllér szakma? Természetesen, másképp szúrnak, másképp, különböző technikákat gyakorolnak szerintem most már a Böllérek. Én megmaradtam ott még 14 évvel ezelőtt. Na de akkor mit kellett volna tenni ahhoz, hogy ne fázzon a zenekar a színpadon? Ahhoz nagyon sok fogópálinka kellett volna, akkor meg annak senki nem örült volna, amit mi akkor művelünk a színpadon. Úgyhogy jobb volt ez így, hogy egy kicsit fáztunk, és megpróbáltunk bemelegedni, és mikor bemelegedtünk, akkor bemelegedett a közönség is, és most jön a fogópálinka, és a hurka, meg biztonság is. Úgy látszik, a Kistehén házatáján sem minden egyértelmű. Például a kocsonya kérdésben nem teljes az összhang. Tehát én igazán azt megmondom, mi van. Nagy vita van mindig a buszban, mert hogy. Kocsonyát nagyon szeretjük mindannyian. De ahol én főztem a kocsonyát, és ahol én a nagyszüleimnél megtanultam, azt úgy csinálják, hogy megcsinálják a kocsonyát, akkor az ott jó megtermed. De hajába sült krumplit sütnek, és a hajába sült krumplit oda teszik a kocsonya tálszélére. És ez a igazsága. És megolvad szépen a kocsonya, ahol a meleg krumpli ott melegíti. És az a legfinomabb. Ne aggáljál, hát keleten van ilyen most, őszintén. Van? Hallottál már ilyet? Nem, én még ilyet nem olyan mondom. Hallottatok már ilyet, hogy főtt krumplit a kocsonya mellé, ráolva? És azt mondják, ezt szlovákok. Hát, hogy ráolvadóvá. Ráolva a krumplit, megrájad kocsinica. Furkica, musica, muslinca. Musica, furkica. Musica, nem. Azt akarom mondani, hogy én csak tejszi habbal iszom a kocsonyát, amikor forró. Még amikor forró. De gyersen? Ez a trükk. Nem, majd megcsinálva. De ne vicceljen, uram! Ezt hogy mondják szlovákul? Nem a beszélek! Ne. Igazság szerint a Sanyi az úgy csinálja, éjszaka még föl kell olyan 3-4 körül, mert egy pohár kólát még akkor kell innia. Vagy amikor reggel föl kell, akkor egy kis tejszínhavot beletölt egy ilyen 3 dl pohárba, és a tetejére egy kis mangalica disznó zsír tesz az egészet, és az bedobja, és úgy indul a nap. Egy disznó lágy, úgy hívják. Ez a vonal, ha elindul, hadd menjen. Én utána senkinek elseregjen. Ha valaki én utánam kesereg. Ki gondolta volna, hogy vannak olyan zenészek, akik saját készítésű kolbásszal büszkélkedhetnek. Most kiderül, milyen is az igazi lovasi féle kolbász. Én a mai napig vágok disznót. Tehát van a barátaimmal veszünk egy disznót, és akkor egy kedves, nagyon jó barátom, és akkor lemegyünk hozzá, és akkor ő ért a füstöléshez, minden együtt földolgozzuk, és akkor ért a füstöléshez. Úgyhogy most már olyan keletje van a kolbászunknak, amiket így szoktak kóstolni a barátaim, hogy most már egyre több jelentkező van, tehát most már Pestről jönnek le
hogy vágjunk közösen disznót, de megyünk. Hallom, most féle kolbász, megkóstolja? Nem az enyém a dicső, a kolbásznak a dicsős, szerintem a kolbásznak a nyilván van mindenkinek titkos receptje, szerintem ami a kolbásznak az a titka, hogy jó minőségi paprikát kell belerakni, nagyon jó paprikát, és nagyon jó kell füstölni. Úgy látszik, egy bőlérverseny még a felnőttekből is előhozza a gyermekkori emlékeket. Amikor kicsike voltam, nagyomáiknál Kartalon, ez Galga mentén egy kis falu, Aszód mellett Kartalon volt disznóvágás, és én mindig ki akartam menni. És soha nem engedtek. És emlékszem, hogy anyukám még a papolant is a fejemre húzta, amikor szerencsétlen állatot megszúrták, és én soha nem láttam egészen felnőttkor, amikor már magamtól mentem ilyen dolgokra, és volt még egy nagyon érdekes emlékem, hogy mikor albérletben laktam Egerben, főiskola után, akkor a kis háznál, ahol laktam, egyik reggel arra ébredtem, hogy visítás, üvöltés, és a háziak nem szóltak, hogy disznót fognak ölni, és reggel 5-kor abra nem tudta, hogy mi van, és arra ébredt, hogy szúrják a disznót. Tehát ez egy nagyon megrázó felébredés volt. Azóta egy pár szomnyányitán voltam disznóülésem, és én roppantul szerettem, főleg amikor megindult a hagymás vér, az nekem egy elég igen nagy kedvencem. Igazából most már csak azt kéne beújítani, hogy a disznóból egyből hagymás haja jön ki a vér. Mangalica hagymás vér. Igen. Egy óriási látványstúdió, egy lelkes csapat, mindez a Megye Rádiója a Böllér versenyen. Ennek van egy íze, van egy feelingje, a Retro Rádió mai nap folyamán teljes műsoridőben itt van kint, és 17 óráig a Böllér Fesztiválról fogja az összes megmozdulásról tudósítani a hallgatókat. A médiában rejlő lehetőségeket természetesen a csapatok sem hagyták ki, és kóstolókkal támadták meg a látványstúdiót és a benne lévő éhes műsorvezetőket. Folyamatosan jöttek a kínálók, folyamatosan jöttek az ajánlatok, folyamatosan jöttek, hogy teszteljük le az ő termékeiket, a kolbászt, a hurkát, stb. Ezt örömmel tettük, csak hát eljött egy pont körülbelül egy órával ezután a dolog után, hogy ezt megindítottuk, hogy teljesen betelt a csapat. Tehát mi az elején már nem kóstoltunk, hanem ettünk belőle, úgyhogy elértük azt a pontot körülbelül dél környékére, hogy már nem bír senki semmit enni. Úgyhogy innentől kezdve azt hiszem, hogy a drinkeket fogjuk kóstolni. Jó napul! Mi a terveid, drága uram? Hát gondoltam, beöntenék valamit az arcomba. Azt nem lehet. Hogy egy jó hurka, az már van benned. Látom. Nem, csak ittam eddig még. Picike. Lemaradtam ott a vizéről. Miről? A ördöklésről. Mit kezdtek volna beled? Egy normális kurva nem jön ki belőle. Nem engem. Ja, nem szél a disztót, érted? Egy hangyás vért sem jutom megint ki. Annyian vannak itt a Böllérversenyen egész napra levetítve, mint egy szigetfesztiválon. Azt mondta a rendező, hogy van úgy, hogy 40 ezer főre is számítanak. Úgyhogy ez nagyon komoly, és mikor jöttünk befelé, először csak azt hittük, hogy sorompót kaptunk, olyan sorát, aztán csak mentünk, és mindenki ide jött, úgyhogy fantasztikus, hogy mennyien vannak, és hogy mennyi féle program van, és tényleg nagyon nagy buli. Voltunk már több ilyen úgynevezett bulis disznóvágáson is, voltunk már kakasvágáson is, úgyhogy és ráadásul nagyon szeretjük a hasunkat, be is toltunk egy pár hurkát, meg kolbászt, meg sült császárt, nagyon finom volt, és egy kis almapálinkával legurítottuk, úgyhogy abszolút bejön nekünk ez a feeling. Megmondom, hogy azt a sok munkarészét azt annyira nem szeretem, bár most sütöttem ki a haveromnál két ekkora kondér zsírt, és azért nekem a többiek úgy berúgtak, mint a dög, és akkor nekem kellett kevergetni a töpörtyűt, de jó lett, még kaptam belőle kóstolót is. Mi volt az, ami a legjobban ízlett itt a Böllér versenyen, hiszen ahogy említette, sok mindent kóstoltatok. Kolbász nagyon jó volt, nem volt olyan túl fűszerezve, nem volt olyan agyon fokhagymázva, mint általában szokták, ráadásul finomra volt darálva, ami tetszett szinte, nem voltak benne nagy fehér mócsingok, és az a csülcsászár, ez nagyon jó volt, én úgy éreztem, mintha valami dióval lett volna meghintve, és úgy volt megsütve, ilyet még nem ettem, de nagyon jó volt.